közismert, hogy az elején, nevezzük a csík és környező Gyergyóba élő székelyeket elejimnek, a madéfalvi veszedelemkor kiüzettek Bukovinába. És ez a kiüzetés szó valamiképpen egész életemet végigkísérte. Én 1940-ben születtem Bukovinában, Hadikfalván, és egy éves se voltam, amikor újra útra kelekedtünk, illetve útra kelekítettek minket, tehát elűztek onnan is, és Bácskába telepettünk le. Na most Bácskába 4,5 éves koromig voltam, és a legérdekesebb az, hogy az utóbbi esztendő, tehát a 3-tól 5. évemig majdnem minden megmaradt. Olyannyira súlyos esztendők voltak ezek, hogy kezdve azzal, hogy minket darásfészekbe ültettek, tehát olyan helyre telepítettek be, ahonnan éppen erőzték az ott lévő lakosságot. A hatalmak úgy döntöttek, hogy azt a részt a szerbeknek adják. Na most van egy hangjátékom, ahol a Sebestyén Antal megkérdezik, hogy hová merre Esperes úr. Ez az akkori menekülésünkről szól. Azt mondta, hogy a következő nagyhatalmi döntésig. És azóta megint csak azt tudom mondani, hogy a nagyhatalmak döntik el azt, hogy nekünk újra és újra hová kell mennünk, hogy kell élnünk, és miképpen kell majdnem idézőjelben engedelmeskednünk. Na most én 1945 májusába kerültem Tolna megyébe, ezt megelőzően egészen furcsa módon egy község befogadott minket, Decs. Nagyon szép emlékeim vannak Decsről, mert ott volt a Széki bácsi, és a Széki bácsi fia háborúba, Donkanyarba elesett, és úgy érezte, hogy hát valamiképpen, hogy családba éljen, közösségbe éljen, hát befogad egy székely családot. Igen, de mi 9-en voltunk. És a házacska 2 szoba volt. Egyik szobát megkaptuk. Be is laktuk, mondanom sem kell. És olyannyira megkedvelt minket a Széki bácsi, hogy amikor tovább kellett nekünk menekülni, akkor azt mondta, hogy maradjunk itt, ő halálai megosztja velünk ezt a hajlékot. De hát mi, ugye székely ember az kaláka természeténél fogva, hát hogy együtt tartson a többiekkel, elindultunk tovább, de hát akkor se ide kerültünk rögtön Tolna megyébe, hanem mondták, hogy nyugaton sok minden lehetőség van, úgy értve, hogy nyugati határ mentén, és van, ahol befogadják a székelyeket. Elmentünk Zaláig, aztán ki tovább ment ki, közelebbre, és később, amikor a Bonyhádi úgynevezett letelepedési kormánybiztos, a Bodor György valamiképpen kiharcolta, és azért mondom valamiképpen, hogy sok minden kering róla, hogy milyen eszközökkel harcolta ki a letelepedést. Egy biztos, hogy a belügyminisztériumtól ő kapott engedélyt. De Erdély Ferenc volt akkor, illetve Veres Péter Parasztpártja nagyon támogatta a letelepedést, és így indultak, és hamarosan megkapták a Bonyhád központtal azt a intéző részleget, ami a falvakban 19 településre szórtak szét minket, és mi Kisdorogra kerültünk. És azt hiszem, hogy ez a Kisdorog nekem egész életemben meghatározó lesz, mert attól kezdve, hogy egy
végre, hogy megnyugodtunk, végre megnyugodhattunk néhány napig, néhány hétig, néhány hónapig, néhány esztendeig, nyugodtan mondhatom, mert az ember gyerekfejjel nem tudja, hogy hova kerül. Nem tudja, hogy ennek a ide telepedésünknek ismét csak mennyi parazsa volt. Elég volt egy nagyobb sóhajtás, és már elkezdett ez a paráz izzani. És nem kellett csak ahhoz se, hogy néha az emberek összeverekedjenek a kocsmában. Vagy például tudom azt, hogy Zombán nagyon is verték a másikát. Szóval falva válogatta, hogy miképpen tudják közösiben élni, vagy közösében élni, nálunk azt mondták a közösiben, mondjuk mai szóval közösében élni az életüket. Hát megpróbálkoztunk, ugye semmivel érkezni és gazdaságot teremteni, az nem igen lehetséges. Ráadásul, hogy olyan tájékra kerültünk, ahol a gazdálkodásnak az egyik része, hogy az itt élő svábság mindent ismert, ami a gazdálkodással kapcsolatos, nekünk még sok mindent meg kellett tanulni, mert például szőlő és egyéb termesztés Bukovinában nem volt. Tehát itt újra kellett tanulni, és mondhatnám, a szerencsére jöttek 48 tájékán a felvidéki telepesek, Kismársed és környékről, akik nagyon jó gazdálkodók voltak. Olyannyira, hogy ők már a 30-as évek, 40-es években hatalmas 200, 300, 400, 1000 hordón közösibe dolgoztak. Tehát tudtak gazdálkodni, és ők hozhatták magukkal a vetőgépet, meg egyéb gépet. A vetőgépet addig nem is láttak például a székelyek, hogy mi az a vetőgép. És akkor szépen megosztották a tapasztalatukat, és hamarosan a széke is olyan gazdálkodó lett, mint a másik. De hát aztán jött a szorultságos idő, ugye, az úgynevezett beadás, beszolgáltatás, soronkívül ünneplések, nagy ünneplések, hogy hány tojást ajánlunk fel a különböző hatalmasságnak a születésnapjáról, és ez a maradék, a szegényes életünket ez tovább fosztotta. Én úgy neveztem magamba, hogy a iskolában énekeltük vidáman az úttörő dalokat, és otthon meg üres volt a tányér. És ha a nagyon mély levegőt vett még a gyerek is, akkor azt érezte, hogy az üres padlás is sóhajt benne. Amit nem éltem meg, nem élhettem meg. Ha már kellékeimből hiányzik a kifestő álom, maradjon a titkok titka, némaságom a megmondhatója. Engem a napok kevese gyógyít, külön mód a reggel álomhatár. Minden ébredéssel innen futok a halálon. Apámhoz kellett alkalmazkodnom, mivel Bukovina hasonlóképpen ilyen dombos vidék volt minden völgység. Apámnak rögtön megtetszett ez a vidék, és ő mindig azt hangsúlyozta, hogy éppen olyan, mintha otthon élnénk. Most ezt, hogy olyan gyakran hallottam, hogy éppen olyan, ezt én is kezdtem elfogadni. De nekem a tájék, hogy mindig a menekülés volt. Menekülés, az első könyvem címe is, hogy szövetségben a fákra. Tehát a fákban szövetséges találtam. A dombokba menekülést találtam. De nekem az, hogy én hosszan nem tudtam
örülni annak, hogy milyen a kis erdő, milyen a föld, milyen a kukoricaföld, mert hamar kellett nekem dolgoznom. Ami nyári munka volt a következő év kezdésig, abban mindenben részt vettem. És nekem azért kellett, mert pár forint is sokat számított, ugyan a bátyám is dolgozott, traktoros volt a Jói Pusztai Állami-gazdaságból. A Bordizsár az a megpróbált ács és tetőfedél lenni szintén a Jói Pusztai Állami-gazdaságból. A Lőrinc az úgynevezett futurás volt, tehát a gabona forgalminál dolgozott. Apám reggeltől estig fuvarozott, tehát mindenkinek fuvarozott, bonyhádig, minden irányba, de furcsa módon ez a sok kereset sem hozta meg azt a anyagi biztonságot, hogy legalább egyszer azt érezzük, hogy na, most pihenjünk egy napot legalább. Még mindig azt mondják, hogy mi valamikor ingyen házat kaptunk. Arról nem igen beszélnek, hogy hányszor fizettették meg az idejövő emberekkel az úgynevezett ingyen házat. Mert annyi adót szabtak ki ránk, hogy már rég lehetett volna venni vagy építeni egy másik házat. A következő, amiről keveset beszélnek, hogy vajon mi mit hagytunk ott? Apám fakitelmelő vállalatnál dolgozott, hát valamilyen üzembe dolgozott, és nem tudom hány évig a Kárpátoknak a másik lejtőjénél összegyűjtett annyi pénzt, hogy megépítse a házat. Megépítették, és el kellett jönni. Én például azóta sem emlegetem azt, hogy vajon ki lakik a mi házunkban. Őket is a történelem sodrása vitte oda, Beszarábiából kerültek oda, mint ahogy minket tovább lökött a történelmi szele. Tehát ez egy olyan dolog, hogy kár így egyenként számon kérni, mert volt, aki is, azért is örvendek, hogy éppen nem otthon abban a házban készül ez a beszélgetés, ahol én laktam, mert volt egy riport, és azt mondták, hogy lám dicsekszik a más házával. Na most, ha valaki stoppolt fejjel gondolkozik, akkor én nem tudok mit mondani, mert se akkor, se később a történelmet nem mi formáljuk, mi csak elszenvedjük. És aki elszenvedett történelmet él, annak hiába vetik a szemére, hogy ez és ez és az és ez, hanem azt kell mondani, hogy hol tudok én úgy megcsipekedni, ez is egy székely kifejezés, hogy én az maradhassak, akinek születtem, akivé esetleg szeretnék válni. Én kétszer jártam az első osztályt. Nem azért, hogy fogalmam sem volt, hogy hol ülök, hanem hogy 230 nap hiányzásom volt. De majdnem minden nap hiányoztam. Azt mondta apám, hogy ma legeltetni mész. És akkor nem volt az módom, hogy nem érek rá. Ez 1946-ban volt. Egy év múlva államosították az iskolákat, akkor már törvény írta elé, és többet apám nem mert szólni, hogy most pedig legeltetni mész. Azt is szívesen csináltam, csak hát ez az egy év késés egész életemben végigkísért. Néha azt érzem, hogy a káromra, és valamikor azt érzem, hogy a javamra, mert a második év után hát egészen más tanuló lettem, és végig azt hiszem, hogy nagyon jó tanuló voltam, de csak az általános iskolában. De maradjunk annál, hogy nekünk azért is nehézség volt, mert különböző szavakat én másképp hoztam magammal. Például hiába mondta valaki, hogy petróleum vagy benzin, vagy mit tudom én, a kémia órán tanultuk, nálam az pakura volt.
És ezért nem tudtam tágítani, tehát olyan szavakat használtam, ami sehogy se, nem, a tanár se, a tanító se értette. De én ha az egy kacagás, föl se vettem, mert nem értettem, hogy ő mit kacag rajtam. Nekem a természetes volt, hogy ez a beszéd nekem a legfontosabb a világon, és a legpontosabb a világon. És azt hiszem, hogy később, hát a gimnáziumban, amikor bekerültem, akkor azt hittem, hogy én ott jó tanuló voltam, tudok valamit. Összeomlott benne minden, az első torbamondáskor kijavították, és több volt benne a piros, mint a kék. El lehet gondolni egy gyereknek, mit számított ez, hogy kiderül, hogy semmit az égvilágon nem tud, és elvégzett 8 osztályt. Na most nem mindenki volt úgy, mint én, hogy ezt esetleg a szívére vette, mert én olyan voltam, hogy valamikor nekem beszéd hibám is volt, hogy egyes betűket nehezen mondtam ki. És főleg a gimnáziumban, amikor más közegbe kerültem, akkor jobban elhatalmasodott rajtam, hogyha én egy T és egy K betűvel kezdődő mondatot ki akartam mondani, akkor elakadtam, fejemben csak forgott minden, és akkor leültettek, mert nem értették, hogy ez miért nem szólal meg. Például Zrínyi, amikor megírta a tábori kis traktát, akkor nekem készen voltam. És akkor jött a dolgozatírás, és akkor próbáltam javítani, ott az könnyebb volt nekem, de igazán majdnem végigvergődtem az egész gimnáziumot, és egy nagy ugrással majd visszatérek a gyermekkoromhoz, hogy még a gimnázium után is előről kellett kezdeni nekem mindent, amikor Pestre kerültem. A sport hozott össze a másikával, tehát én futballoztam, pingpongoztam, sakkoztam, a sakkcsapatunkat megnyerte a megyei úttörő bajnokságot, sorolhatnám az eredményeinket, és a futball, 14 éves koromban már külön orvosi engedéllyel játszhattam a nagy csapatba. Nekem micsoda nagy szó volt, hogy főleg futballistákkal együtt játszhattam, és 19 éves koromig, míg el nem kerültem Budapestre, addig én csak, hát túl sokat sportoltam, mondanám, csak sportoltam, ami nem ártott volna a tankönyveket jobban forgatom, de azt hiszem, hogy ezt ott valakinek nem lehet helyrehozni, hanem mert így alakult az életemben, akkor sportban nagy lehetőséget kínált mindenkinek a sport. Úttörő időszak, megnyitották a kisdörögi könyvtárat. Azt mondta a Balázsné, a igazgatóasszony, gyerekek, álljatok sorba. Ahogy sorba álltunk, mindenki kapott egy könyvet. Nem azt, hogy mit akarunk olvasni, szóba se került ez. Mindenki álljon sorba. Sorba álltam, én Petőfi összes költeményeit kaptam meg, azt a nagy formátumú összes költeményét kaptam meg. Hát én csak azt éreztem, hogy súlya van ennek a kötetnek, és futottam haza vele, és elkezdtem olvasni. És akkor ilyen verset, hogy naplementéhez értem, hát mondom, hát, ilyet mindenki tud írni. Hát ez nem egyébként, hogy nagy költő. És azóta is tudom azt, hogy világon a legnehezebb úgy írni, ahogy Petőfi írt. De hát ezt később fejtettem meg, hanem amikor legeltettem, akkor később is, akkor mindig vittem a Petőfi verseit magammal, és 16 éves koromban meg valaki Adi, zöldkötetes Adi Endrét adott nekem. És akkor elkezdtem írogatni, itt a gimnáziumban elég sokan hetszeltek engem azzal, hogy akkor tanultuk a Csokornak a tempefőjét, és abban van a csikorgó költő, és akkor megjött a csikorgó, mindig én voltam a csikorgó. És megindultam mindig a pályázaton,
kiírták a irodalmi pályázatot, és én mindig indultam. És mindig elmondom, Hegedűs Éva mindig mosolyog rajta, mert ő, aki orvos lett, az a fajta tóforgató volt már akkor, aki akár hegzemetert, szóval kívülről ismerte versformákat is. Nekem meg az, hogy hegzemeter olyan távol áll tőlem, mint három futballpálya vége körülbelül, és valahogy mégis esztendőket kihagytam. És amikor itt hagytam ezt a tájékot, és észrevettem, hogy mit hagytam itt, milyen nyelvet, milyen népkültészeti dallamkincset és különböző kincset hagytam itt, akkor elkezdtem foglalkozni, hogy mi lenne, ha én magamra ébrednék, és csak ezekkel kellene foglalkoznom nekem. Megnézem, mit veszek vállamra. Még egyszer megnézem, egyazon-e azzal, amit küzdésemre szabott az ének, amit úgy, ahogy de vittem, menekítettem, a szegélyek szegélyéről hazaízleltem. Ínségemben se érezze rám mért a száját a nyelvem. A Népszavánál, ahol később dolgoztam, egy kötete való verseny megjelent. De azt is éreztem én, hogy ezek nagyon gyöngék, és amikor később ott dolgoztam, azt mondja a volt rovatvezető, hogy hol vannak ezek a versek az első könyvemből. Onnan nem illettek bele. Erre úgy megsértődött, hogy életen keresztül többet nem állt velem szóba, mert én tudom, hogy nem illettek bele. Nekem teljesen azt a hangot kellett megtalálni, ami csak az enyém. Attól kezdve kialakult bennem egyfajta nézet vagy gondolat, hogy a hozott szóval és a viendő igével lehet nekem csak dolgom. És ezt a hozott szót, és a viendő ige látását, gondolkodását, törekvését, vagy kitartását, mert ehhez, hogy én elfogadtassam magam, hát eléggé hosszú időbe telt, mert amikor az első versenyen megjelentek, akkor én megkaptam a hasonlóképpen a mosolyt, sőt, olyan is volt, hogy mit tudom én, megjelent a kortársban egy versem, erre egy társaság arról beszélt, hogy ha így megy tovább, ez a költő még visszafoglalja Erdélyt. Már annyira érdekesen reagáltak, hogy kortársban egy ilyen témájú vers megjelent, hogy már rögtön valami visszafoglaló törekvést láttak bennem. Igen, igen. Hát később még ki is mondták, hogy én mi vagyok, pedig az égvilágon abban az irányban egy lépést nem tettem, csak azt adtam, ami az enyém. És azt próbáltam a magyar irodalomba emelni magyar nyelven, amit én örököltem. Na most egy másik dolog, hogy ez a nyelv milyen nyelv. Ugye a nyelvújítás előtti nyelvet hoztuk mi vissza 200 év után Bukovinából. Tehát ez a fajta nyelv azon kívül, hogy igencsak szép képi nyelv, látható nyelv, költészetre alkalmas nyelv, nekem az eszköztáromban jelen volt, hanem vigyáznom kellett arra, hogy amit már a nyelvújítás is megpróbált kiírtani, annyira avittas volt, azt én lehet, hogy ne vigyem magammal
De egyszer találkoztam a Németh László gondolatával, hogy a nyelvújítás, amennyit használt a magyar nyelvnek, annyit ártott is. Tehát a szép képi fogalmakat kitörölte, és a képi nyelv helyett elkezdte beültetni a fogalmakat jelölő szavakkal. Na most ez egy kis időre talán elbizonytalanított engem, de mégse annyira, hogy én abba hagyjam a magam nyelvezetét és stílusát. Bunyhádön, itt a József utcában lakott egy Gár István névű ember, aki Babicsal is volt. Igen, és azon kívül az angol könyvtárnak volt itt, a Kövecsi könyvtárnak a könyvtárosa, és volt a lapja is neki, és Bartók írásait közölte, az egykolumnás írást tett közzé itt a Tolna megyei lapba, és hát az ember utólag is még rösteli azt mondani, hogy hát majdnem Adi újdonságával együtt emlegetett engem. Na de én mindig azt mondtam, hogy jó, örüljön neki, hogy ilyet írtak, de nem kell semmit úgy készpénznek venni és neki futni a falnak, hogy akkor elfelejtsem azt, hogy neki mit kell a továbbiakban írni. Mert utána eléggé nagy görcs állt velém, hogy így mondjam, hogy Simon Istvántól kezdve mindenki írta a kritikát a könyvemről, és egyre jobban azt éreztem, hogy Cine Mihály például Szekszárdon is a könyvtárban, Paksun is, szóval járta velem, Jancsó Adrien járta velem az országot. Tehát hirtelen egy olyan fajta emelkedést adott nekem ez a kötet, és mégis három kötet után úgy éreztem, hogy nekem abba kell hagyni a költészetet. És akkor tértem át a prózára, méghozzá egymást követően 10 prózát írtam, mert valahogy akkor kezdett divattá válni ez a négyzetgyökek, köbgyökek költészet, és engem zavarba hozott ez. Neveket nem mondok, mert az volt a régi Kossuth Díjas költők, és én azt éreztem, hogy még a hozott világomhoz kevés volt a líra már, úgy éreztem, hogy kell egy kis epika, ami tágabb medélbe tudja sodortatni velem, hogy miket éltem át. Szándékos volt, hogy nekem prózai költemény prózában lehet folytatni az írást. Nekem egy másfajta dolgot kell, ha prózát írok, akkor megint másfajta. Tehát oda is elmerészkedtem, hogy különböző műfajukat elegyítettem. Tehát a dokumentum, a riport, az eszé, a néprajz, mindent beleszőttem a Vigyázó Madárba. De csak arra kell vigyázni, hogy a szövés minták ne keveredjenek úgy össze, hogy az olvasót elakadja olvasás közben. És amikor megszületett a Vigyázó Madár, nekem fogalmam nem volt, hogy mit írtam. Csak azt vettem észre, hogy az első versekönyvemnek a 10-szerese a vízhang, nem beszélve arról, hogy kik írtak róla, és a Határgyőző a Szabad Európai Rádióban mit harsogott napokon keresztül, vagy nem beszélve arról, hogy két iskolába és érettségit ételettem, két egyházi iskolába, és hogy a Rónai Lászlótól kezdve, hogy ki mindenki írt, olyan sokan írtak a Vigyázó Madárról, hogy maga a kritikai anyag kétszerese a regény mennyiségének. Alig, hogy föllélegzem magam a szellősebb fákig, gyermekkori hatalmamat érzem, szemem terjeszkedésére készül, a kisebbzett ég fölé emeli az erdőt,
s játszik. A gyanútlan foszfor szín derengésben kézen fogott tavaszt játszik. Kezdjük azzal, hogy a táj, az ember, az valahol egymás szövetsége nélkül nem tud meglenni. Van egy ilyen megfogalmazásom, hogy az ember belülről kezdődik. Ha úgy veszem, hogy én mit fogtam fel a világból, bennem mi az, amit elfoglalt ez a világ, vagy el tudott foglalni ez a világ, és ezzel a befogadott világgal én hogy tudok gazdálkodni, ez már rajtam múlik. Mint ahogy közismert az is, hogy a történelem is az emberen keresztül áramlik át, és tudom, hogy sok minden külső hatásra irányítja az ember életét, de ami bennem zajlik át, mégis az az igazi történelem, mert a történelmi könyveket úgy íratják meg, és ismerjük Sütő egyik drámáját, ahol azt mondja a császár, hogy már pedig meg fogod írni, hogy holnap mi történik velünk. Ilyenfajta történelmi szemlélet, vagy akár írásművészet, ami nem belülről, nem belső áramlásból kerül felszínre, annak én előttem besélye nincsen. És ezért ragaszkodtam én már gyermekkorban olyan költőkhöz, most már Petőfin túllépek, itt a gimnáziumban lehet, hogy nem forgattam annyit a tankönyvet, de a buszmegállóban, ugye én bejáró diák voltam, mindig 2-3 busszal később mentem haza, benyitottam a járási könyvtárba, és ott hozzáfértem I.E. Gyulához, Szabó Lőrinchez, még az élő költőkhez is, neveket nem igen akarok mondani, mert egyike másika eléggé elvetette a súlykot, és később mindaz a szembefordult, mint amit vallott, hanem akik nyomra érdemesek voltak. Tehát azokat mindig forgattam én a könyvtárból. És a későbbiek során, amikor én megizleltem először műfordításokon keresztül, ugye, hogy a tájnak milyen kisugárzása van. Az, hogy akár íjésnek tornamegye mit jelentett, vagy Garai Jánosnak mit jelentett szexárt. De Garai Jánosnál is megvolt, hogy rettentő tisztelt az elődöket. Róla járja az a történet, hogy amikor végigment valamikor egy sáros útszakaszon is azt mondta, hogy itt járt a Vörös Marti Mihály. És ettől majdnem megrészegült ettől, hogy itt járt. Amikor megismerkedtem a külföldi lírával, már óhatatlanul az embert, hogyha valahogy hatás alá gyűri, hogyha akár francia költőket olvas, vagy akár a szomszéd népektől, mondjuk főleg a lengyel költéket olvastam mindig szívesen, mert valahogy azt hiszem, hogy valami lengyel rokonság is lehetett, hogy én ennyire vonzódtam a lengyel írához. És itt kerültem kapcsolatba, hogy a Bukovinából elszármazó íróknak milyen a nyelvegyete. Ugyanaz a képi, sűrítési, szövési nyelv, amit a maga mondján én itt próbálok művelni. Cseszlár Miros például, az úgy ír, mintha a világ életemben
ő ide akart volna bele nőni ebbe a költészetbe. És nem csoda, hogy rengeteg rajongója van, és a fiatal költő nemzedék úgy olyannyira felfedezte magának, hogy majdnem nem tud megszabadulni tőle. De folytathatnám a sort olyan költőkkel, mint Bakonszky, aki 77-es lukaesti földrengésben halt meg, hogy ennek a tájéknak a kisarjadzása mit jelent a költészetben. De én mindig hittem abba, hogy idegvégződés is van a világon. Tehát idegvégződés tud emlékezni helyettem is. Mert amikor én megírtam az Esőrások című könyvemet, ahol a kosnai átkelést egyetlen éjszakáját írom meg, amikor barakba kerültünk, akkor én csak szülemkedő szavakat hallhattam, és amikor írtam a könyvet, én úgy éreztem, hogy jelen voltam, és mindent hallottam, és leírtam. És Paksról egy asszony azt mondta, aki innen kerületett oda, hogy éppen így esett meg. Ez az éppen így esett meg lehet kárára is a könyvnek ez a mondat, mert legtöbb direktás azt mondja, hogy épp úgy írtam meg, mint ahogy valóságban volt. Szóval nem, hanem itt az átélt embereknek a visszajelzéséről van szó, és azon kívül pedig, hogy ott abba a egyetlen éjszakában mit élt át, Európát érte át a székelység akkor. Mert ugyanaz a kitelepítő sors, ahol máshol, más barak, minden együtt jelen van. És ezért tudtam abba a esőrácsokba nem csak lefelé hulló cseppeket megmutatni, hanem ami esetleg szerte porlad, és tovább viszi azt az eseményt, vagy azt a történetet, amit én megírtam. A második háborúban Horváth József nevű riporter, illetve operatőr a régi, nem televízió, tehát filmhíradónak a felesége 800 képet letett nekem az asztalra. Azt mondja, hogy nézd meg, hogy hol jöttetek át, nézd meg, hogy te is köztük vagy biztos, meg mutatta a képeket nekem. Végignéztem minden 800 képet, és mindenhol esett az eső. Felálltam már, meg volt a regény címe, hogy Esőrácsok. Ebbe falasztottak be minket, ez vett körül minket, ki nem mehettünk sehova, és ez a szorultság minket utána a napsütésbe emelt. És ezt kellett megírni, hogy egy Balbina nevű későbbi könnyebb hőse hogy látja a kiutat, az Esperes hogy fogalmazza meg, amit már imént mondtam, hogy hová megyünk a következő nagyhatalmi döntésig. Előkép, elődrengés, várt s nem várt emlék, a múlandó megnyilatkozás, most éppen répaföld, kiürült udvar, első tilalom, hozzám ért tenger, eltemetett temető, zárt templom, felázott utca, esőzetnek feszített homlok, a szülőjég másodszor keresztelője. Én a gimnázium után lasszóval fogták a pécsi jogról az embereket, hogy
ugye hozzánk jöttök majd. És én rábólintottam, hogy hát a jog, a jog. És az a bátyám, aki a Futurában dolgozott, a tüdőbajban 28 évesen meghalt, aki vállalta, hogy engem tanított, hogy támogat engem. És akkor összeomulott minden, ez szép nap, becsomagoltam az egész vagyonomat, 96 olcsókönyvtár volt az, és elindultam Pestre. Volt egy rokon anyámnak a húga ott élt, három hónapra befogadtak, aztán nekem kellett hajlékot keresni, és végigmentem a Kerepesi úton, ki volt hírva, hogy Rugyantár úgyár. Nem tudom miért, megtetszett, hogy Rugyantár, biztos, hogy valamilyen. Fölvettek, segédmunkás voltam, és semmiféle olyan kívánságom nem volt, hogy ennél van szebb élet is, más is, jobb is. Én naponta bementem a koromüzembe, akkor másfél órát mosakodtam, hogy a korom szag lemenjen, de akkor is kimentem, akkor Kelepesítő végig süvitett a koromszagot, mert annyira erős volt. És ott, amikor olyan munkásszálló laktam, ahol 50-en voltunk egy kultúrteremben, mindenkinek volt egy szekrényei szék, rátette a ruháját, másnap még üres volt, már a zsebei. És így éltem két esztendeig. És mivel elég sokat publikáltam én a Népújságban valamikor, egyik üzemilapos újságíró azt mondja nekem, te nem akarsz itt dolgozni? Hát mondom, hogy van mód. Jó, legyél nyugodt. Ő elkerült onnan, és elvitt magával. Így lettem úgynevezett hírlapkiadó állományában dolgozó üzemilapos újságíró, ami 7 esztendeig csináltam. Rossz is volt, mert sok kaptafa munka volt benne. Jó is volt, mert megismertem az embereket, az emberek gondolkodását. Egy szép napon átüzentek a Népszavától, hogy van-e kedvem átmenni a Népszavához. Volt, nem sokára egy szép szó címmel létrehoztunk egy irodalmi mellékletet, ami mindaddig nagyon gazdagon tevékenykedett, míg felső parancsra be nem tiltották. És aktuális ezt elmondani, hogy miért tiltották be, a Fekete Gyula írt egy vezércikket, aminek az volt a címe, hogy kötődés a hazához. És ebben a cikkben azon töpreng a Fekete Gyula, hogy nagyon tisztességes dolog, hogy ha egy kisebbséget valahol bántanak, a törvénybe ütköző. De miért nem lesz már egy olyan törvény, amikor aki a magyarságba belerúgdos, az épp úgy büntesse a törvény, attól kezdve világháború lett a Népszavánál, akkor mi mindenek lettünk, lefasisztáltak, mindent megkaptunk, amit lehetséges. De hát ilyenkor az ember megtanulja, hogy ha már idáig elérkezett, akkor tovább kell vinni ezt a dolgot, mert ebben igazunk lehetett, hogyha ekkora felháborodás váltott ki. Maga Kádár János tüntette meg például, Acél Györgyön keresztül, de nem merték teljesen elvenni a mellékletet, meghagyták nekünk, de cím nélkül. És azt szerkesztettem egész 88-ig vagy meddig, aztán rovatfeltő lettem, aztán rábeszéltek a úgynevezett rendszerváltásnál, hogy legyek helyettes főszerkesztő, azt is elvállaltam, mert akkor már bennem volt ez, hogy a szép szóval valamit elértünk. Nem beszélve arról, hogy szép szó olyan gazdag fórum volt, csúnya szó a névfrontos fogalom, de ebbe Höre Sándor, Pilinszky, a Turzó Gábortól, Veres Péterig, Zsák Zoltánig mindenki jelen volt. Egyszer összeszámoltam, egy évben 270 írót közöltünk. Tehát ennek volt haszna, emlékszem, a Csillag Mihály azt mondta, hogy ő megírja majd a szép szó történetét, aztán nem írta meg. Mondták, hogy miért nem én írom meg, akkor hogy néz ki, hogy én írom meg, aki alapítója voltam.
És erre büszke vagyok, hogy akkor egy ilyenfajta szerkesztői munkát végezhettem, de hasznomra is vált mindegy, mert így ismerkedtem meg a nagy írókkal, a gyerek írókkal. Illés Endrétől kezdve így, és akkor mehettem fel, amikor akartam például. És számtalan cikket őrzök otthon, amit ideadott nekünk is a Népszabadság közölte le. Mert elfutott a főszerkesztő, hogy itt van egy íjés, úgy féltek íjéstől, hogy rögtön Acél mit szól hozzá. Acél meg döntött, hogy jobb helyen van a Népszabadságban. És mondtam, hogy íjést, írtam egy levelet, hogy íjésnek kétségbe esve, hogy hát ne haragudjon, hát én nem tettek róla. És akkor írta vissza, hogy igyekezz mindig olyan magasra repülni, hogy ne éljen sárma a lábot. Ezzel befejezte így is. És számtalan ilyen szép útravalót kaptam tőle, mert ott akartam hagyni ezt a mellékletet, akkor azt üzente vissza, hogy a várfokról csak akkor, a várfokot, a bástyát akkor hagyja el, amikor lelöknek onnan. Úgyhogy ezek belső erősítések voltak. Később, amikor ott hagytam a Népszavát, helyettes főszerkesztőként az utcára mentem, magamtól. Mert akkor nehéz volt elviselni azt, hogy este ott hagytam a lapot, és másnap még több cikket kicseréltek közben. Szóval még ez is megtörtént, és akkor mondtam, lesz, ahogy lesz, 50 éves voltam, hát se, hogy hívják, állásom, semmi. Az Isten mindig adott valamit, mert utána a televíziótól megkerestek, akarok-e felügyelőbizottsági tag lenni. Szóval mindig utána jött magától úgy, hogy volt állásom. És akkor elkezdtem többszörösét írni annak, mint amennyit addig írtam. Nem, mintha olyan sok honort kaptam volna érte, hogy fellök a pénz engem, hanem a dolog, hogy egy életművet megépítettem, felépítettem. És elérkeztem odáig, ma már, hogy üzemi laptól Magyar Művészeti Akadémiának nem csak tagja vagyok, hanem a köztestületbe beemelt, Tudományos Akadémiába beemelt testületnek vagyok a tagja most. És ez se jelent többet nálam, mint hogy tovább végezzem azt, hogy a jussort, kultúrát tovább örökítsem. A forrástól mindenüvé egyenes az út. Érintésétől tisztul a szem, a kéz, a végzendő akarat. Nézd, a fénysáv kevéségét is betöri. Emberkedőn tipek csörgedezésében. Apámra gondolok. Magamat mesélem vissza. Hatalmas ünnepségben volt részem. Azért csináltattam, mert ilyen nincsen a Balassi kardnak ez egy kis másolata. Azért csináltattam ezt, mert akkor eszméltem rá, hogy kaphattam akármilyen díjat. Oda se figyelt senki. És a Balassi kard egyszerűen elsepelt mindent, és olyan helyekről is, külföldről is, mindenhonnan reagáltak rá, és azon kívül ráeszméltem arra, hogy valahol ez, amit én csinálok, ez valahol a végvári harcoknak az egyik bástyája. Még akkor is, hogyha manapság nem úgy becsülik ezt a bástya küzdelmet, én nem lőrésnek használtam, hanem kiálltam. És emlékszem rá, amikor az első televíziós műsorom volt, akkor hát elég sokat derültek rajta, erről már beszéltem egy másik részbe, de az, hogy elfogadtassam ezt a nyelvet,
sőt úgy beemelni, hogy nemzedékek, mondhatnám, most már nem annyira, de az, hogy a végzősök közül, az, hogy 8-an írtak szakdíjat belőlem, az nem volt mindegy. És volt olyan költő, aki nagyon lepirított engem, amikor abba hagytam a versírást, 80, nem tudom hányba, egybe, azt mondta, hogy most, amikor nekünk irányt mutattál, akkor futamodsz meg. Mondtam neki, várjál meg, majd visszajövök. És akkor kezdődött a másik nagy költészet korszakom, amiben még mai napig is vagyok, és amit mindenkor vállalok, mert ez a költészet már egy másfajta, hát alkonyult a címe a könyvemnek, mondjuk az öregedésnek olyan fajta látása, nem ilyen létbölcsessége vagy ilyesmi, ez utálom a nagy szavakat, hanem valami olyan mélyre kutakodás ez. Volt egy mondásom még 30 éves koromban, hogy magassága csak a mélynek van. Hogy ez a fajta dolog, hogy most visszajött, annak külön örvendek, mert egészen másképp látom magamat, a magunk élethelyzetét, a magunk sorsát másképp látom, és így visszaidézve, amit megírtam, de azóta tovább írtam én ezt a alkonyutat, olyan címmel, hogy az évgyűrűk olvasata. Néhány esztendőt kiemeltem a 70 évből, és fölvillantottam. És furcsa módon ezek a fölvillantott évgyűrű olvasatok még az előző kötetnél is többet pakoltak rám, de hát Körömbe András, aki utolszót írt, úgy fogalmazta meg, hogy ezek a rám pakolott terhek súlyánál fogva emeltek engem magam fölé. És azt hiszem, hogy ez a lényege, hogy az ember ne riadjon meg a tehertől, vigye roskadásig. Meséltem, hogy kis dologon, ugye mindig kimentem a hegyre, és az égi földi világgal nekem az volt a legszebb kapcsolatom, hogy nagyon közel kerültek a csillagok, mert Olne megyében a legközelebb ereskednek valamiképpen a csillagok, és majdnem beszélgettem velük. Azt éreztem, hogy írtózott, hogy kicsi ember vagyok, most megöregettem, és egy haikuba meg tudtam fogalmazni, hogy mekkora vagyok. Három sor címe Életút. Életút, pályám, fényömlésben a porszem emelkedése.